Március 15-én városi megemlékezést tartottak Hévízen az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. Az ünnepség idén is fáklyás felvonulással kezdődött, ezúttal a Termál Hotel elől indult el az ünneplő tömeg a Városháza térre. Lovas huszárok, honvéd hagyományőrzők és a Tiszta Forrás dalkör felvezetésével. Itt a himnusz dallamainak felcsendülése után Papp Gábor polgármester köszöntőjével folytatódott a megemlékezés. Beszédében kiemelte, március 15-e a legnagyobb nemzeti ünnepünk, ez a nap a magyar szabadság szimbóluma. Történelmi mondani valója nem változott az idők során, mindörökre a változás szelét, az ifjúság és a szabadságvágy erejét fogja jelképezni. Mint a polgármester fogalmazott, az akkori eseményeket egy másik fontos eszme is alakította, ez pedig nem más, mint a testvériség eszméje, mely összefogást eredményezett. Ez az eszme egy örökség számunkra, amit ma sokan elfelejtenek. Pedig ez jelenti egyértelműen nemzeti összetartozásunkat, magyarságtudatunkat, nemzeti büszkeségünket. A magyar zászló és a kokárda büszke viselését, hagyományaink és kultúránk tiszteletét, óvását. De jelenti azt is, hogy felelősek vagyunk egymásért. Felelősek vagyunk a határokon kívül élő, vagy a világban bárhol élő magyarokért, mert egy nemzet vagyunk, ahogy ők is felelősek az anyaországért. Felelősek azért, hogy gyermekeik számára továbbadják az anyanyelvet, a magyar identitástudatot, és mindent, ami ma meghatároz minket. Éppen ezért a mai napon mi a székelyzátlót is kitűztük a nemzeti lobogónk mellé. Egyetértésüket kifejezve sokan írták alá az ünnepséget követően a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, mely a határon túli magyarok jogi védelmét célozza. Papp Gábor polgármester ünnepi köszöntője után verssel és énekkel tisztelettünk a szabadságharc hősei előtt, majd a képviselőtestület tagjai megkoszorúzták az 1848-as emlékművet. A városi megemlékezést teljes egészében híradunk után magazinműsorunkban láthatják nézőink.